Sziasztok! Ez most egy első reakció videó lesz. Ezt szintén sorozattán szeretnénk bővíteni, hogyha jó a fogadtatása a videónak. Próbálok az általatok a legkülönbözőbb csatornákon feltett és beérkezett kérdésekre válaszolni. Ebben a videóban próbáljuk a leggyakrabban felvetődött problémákat előre venni, sajnos minden nem fog beleférni a mai adásba, lesznek olyan kérdések, amikre majd másik alkalommal reagálunk. Viszont szeretnétek minél napra készebbek maradni a honfoglaló ügyeiben, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és ne felejtsétek el bekapcsolni az értesítés gombot sem. Menjünk át a listára, csapjunk bele a közepébe. Annyiból kicsit hasonlítani fog ez a videó az előzőhöz, hogy most is a pontszámításé lesz a főszerep nem meglepő módon. Ez ügyben érkezett a legtöbb észrevétel, próbálok most ezekben egyben válaszolni. Mostanra, mikor látjátok a videót, már javult az egyik legnagyobb probléma a játékmódok közötti aránytalanság, versenyképesebb pontszámokat lehet elérni villámban és hosszúban is. Az utolsó hétnek úgy vágunk neki, hogy aki már korábban elérte a legenda 8-at, annak reális esélye lesz a fénylegenda elérésére, a fénylegendák pedig jó eséllyel tudnak 140 ezer pont felett végezni. Illetve akinek kicsit ugye lentebbi céljai vannak, a legenda szint elérése se lesz túl nagy kihívás, ha aktívan játszatok, 686 pontos meccsátlagot kell hozni, hát kb. 5 darab minimum 4800 pontos napnak az elérésével már megvan a legenda szint. A szezon különböző heteiben elérhető pontokra van egy nagyjából jó ökölszabályunk. Körülbelül 6-szor annyi pontot lehet elérni az új rendszerben, mint a régi rendszerben. Ja, ha most egy konkrét példát szeretnék mondani, hogy az előző rendszerben az utolsó héten a 150 pont fölötti eredmény számított jónak, most ennek a 6-szorosa 900 pont lesz az utolsó héten, hangsúlyozottan az utolsó héten, ami már kifejezetten erős eredménynek számít. Szóval ez kb. Úgy sikerül belőni azt, hogy most mi sok pont, mi kevés pont esetleg. Azt is tudni kell, hogy a pontozás nem egy az egyben a réginek a felszorzása, tehát ez az ökölszabály, ez csak úgy nagyságrendileg érvényesülne. Nem feltétlenül igaz minden esetben hajszál pontosan. A pontozásban figyelembe veszük a kérdésadatbázis mennyiségét és minőségét, emiatt a pontozás kezdetén tapasztalt hátránya a magyaroknak nagyjából megszűnt. Mostanra ebben a pillanatban, ha megnézem a ranglistát, nagyon szép számban szerepelnek a napi ranglistáknak az elején a magyar versenyzők. Pár téves információ is elterjedt a pontozással kapcsolatban, amit szeretnék cáfolni. Sem a segítségek használatának, sem pedig a klántagságnak semmilyen se pozitív, se negatív hatása nincsen a pontozásra. A következő fontos téma az összesorsolás, ami összefügg egyúttal a pontozással is nem meglepő módon. Az összesorsolás kapcsán az alapelveink a következőek. Szövetségben sokat nehezményeztétek, hogy eljön erős játékos, akkor miért nem erős játékos kapok magam mellé a szövetségben. A szövetségnek pont ez a lényege, hogyha erőseket erősekkel raknánk össze, gyengéket gyengével, akkor a két erős az mindig nyerne, egy gyenge pedig jó eséllyel mindig, vagy legalábbis nagyon gyakran veszítene. A szövetségben pont ez a kihívás, hogyha gyengébb szövetséged van, akkor nyilván nagyobb kihívás ugyan megnyerni a meccset, de pont ezért, hogy erős, hogy egy gyengével is tudjál nyerni. Ennek viszont ez nyilván egy valós probléma, hogy mennyivel könnyebb egy erős szövetségessel nyerni, ezért bevezettük azt, hogy a gyengébb szövetséges elér győzelem, az több pontot ér. Ennek viszont lett egy furcsának tűnő mellékhatása, tehát előfordulhat az, hogy te egy fénylegendával játszol, és csináltak egy hatkörös hibátlan szövetségjátékot, és utána pedig egy lényegesen gyengébb szövetségessel, esetleg egy kevésbé sikeres játékra is hasonló pontszámot kaptatok. Ez az miatt alakult így, hogy a kicsit a társnak az erősségé túlságosan nagy súllyal vettük figyelembe a pontozásban. Ezen változtattunk, ennek most már kisebb a súlya. Ettől függetlenül a legtöbb pontot végül is úgy lehet elérni, hogyha egy gyengébb szövetségessel sikerül kifejezetten jó eredményt, tehát teritérképet elérni a játékban. Az egymás elleni játékmódoknál, tehát
ez alatt ugye értsétek a villámot és a párbajt. Szélesítettük a sorsolási tartományt, az a cél, hogy minél több valódi játékossal lehessen játszani. Itt most sokkal nagyobb súlya van a játékos valódi erejének, mint a valaha ért legnagyobb pont számának. Tehát ez semmi garancia nincsen arra, hogy egy alsóbb szintű legenda az feltétlenül erősebb, mint mondjuk egy smaragd játékos, aki esetleg sokkal magasabb a válasz ereje. Tisztában vagyunk azzal, hogy az előző pontozási rendszerben az ellenfelednek a legnagyobb rangja volt az elsődleges tényező abban, hogy hány pontot lehetett kapni érte. Ez most megváltozott, figyelembe vesszük azt is, hogy milyen a válasz ereje az adott játékosnak. Tehát simán lehet, hogy egy erős maragd játékosért ugyanannyi pontot kaptok, mint mondjuk egy esetleg gyengébb legendáért. A másik fontos dolog az összesorsolásra kapcsolatosan, hogy megszüntettük a kibeugrálásnak az értelmét, a sorsolás fix időpontokban indul el, semmi jelentősége nincs annak, hogy mennyit kell várni. Ha most az összesorsolási ciklusnak az elején lépsz be, akkor kicsit többet vársz, hogyha pont a lezárása előtt, akkor lehet, hogy csak 2 másodpercet, de ha 2 másodperc után robottal indulsz el, az nem azt jelenti, hogy csak 2 másodpercig keresgéltünk neked ellenfelet, hanem az azt jelenti, hogy abban a sorsolási ciklusban, ami akár 1 perc is lehet, nem lépett be hozzád hasonló erejű játékos, akivel össze lehetne sorsolni. Úgyhogy még egyszer mondom, tehát magának a kibeugrálásnak innentől kezdve semmi értelme nincsen, ezt figyeljük, hogyha használjuk, hogy túlságosan sok a robot, akkor majd lehet, hogy akár még nyújtunk az időn, illetve az egyik következő fontos feladatunk az lesz, hogy a robotok erősségét és az értük kapott pontot minél jobban beállítsuk, ez a következő szezonban fókuszban lesz. Még a pontozással kapcsolatos a szabályainkkal ellentétes viselkedési minták, ezt nem fogjuk nagy dobra verni, hogy pontosan mit értünk ezen, és miért jár büntetés, miért nem. Mindenki nézzen őszintén magával, ott van a hack, lehet tudni, hogy mi az, ami azzal szinkronban levő viselkedés, és mi az, ami nem. Az a célunk a pontozással, hogy azokat a játékosainkat segítsük, akik a lehető legtisztességesebben játszanak. Még egy fontos téma a könyvtár, amivel kapcsolatosan sok visszajelzés érkezett. Ez elég sok visszajelzést kapott, és elég sok kérdést ahhoz, hogy ez kapni fog egy önálló videót, de 2 példát szeretnék azért mutatni nektek, hogy értsétek, hogy mi a helyzet, miért van azért feladva nekünk erősen a lecke. Két példa, az egyik egy tippkérdés. A kérdés az úgy szól, hogy szerinted hány centi az ideális péniszméret. Ezt a játékosok 40%-a azt mondta, köztük legendák is, hogy ez a kérdés az illik a játékba. A másik egy feleletválasztós kérdés, ki festette az Ásító Ines című képet kérdésre, a beküldő szerint Kassák Lajos a helyes válasz. Nyilván nem meglepő módon a játékosoknak a döntő többsége tisztában volt vele, hogy ez a kérdés ez így helytelen. Látjuk a statisztikákból, hogy nyilvánvalóan Munkácsit választották, és ennek ellenére, hogy kibökték a helyes választ, látták, hogy a kérdésben nem ez a jó válasz, ennek ellenére azt mondták, hogy ez simán illik így a kérdés a játékban, és ebben még fénylegenda is részt vett ebben az egészben, tehát ez elég elszomorító. Szerencsére a rendszerünk már elég okos ahhoz, hogy ezek a kérdések nem mentek át, jelentős részben egyébként a trollvadászainak is köszönhetően, de ezeket látva őszintén szóval egy kicsit álszennek érzem a kérdéssel kapcsolatos panaszokat, miután tömegesen próbálják a legjobb játékosok beszavazni a hibás és sértő kérdéseket. Azt még megértem, hogyha valaki nem akar részt venni a könyvtárban folyó munkában, de akkor miért próbálja másnak a munkáját tönkretenni? Tehát nekem ez az, ami egy kicsit érthetetlen. Tartunk attól is így ezek alapján, egy kicsit így alaposabban megnézve a dolgokat, hogy naívan feltételeztük azt, hogy a többség jó szándékú, ezért elképzelhető, hogy olyanok kerültek automatikus tiltásra, akik szembe mentek ezzel a troll áradattal, úgyhogy jó eséllyel rövidesen lesz egy részleges amnestia a könyvtárból kitiltottaknak, viszont elkezdünk sokkal keményebben fellépni a trollok ellen. De erről a témáról most ennyit a kérdésekbe, a
könyvtár saját videójánál megyünk bele sokkal mélyebben ennél. A másik téma a klánok kérdése. Ez szintén olyan téma lesz, annyi kérdés vetődött fel, hogy ennek kapcsán lesz egy önálló videó. Legalábbis tervezzük, hogyha ha van értelme, azt látjuk, hogy van értelme csinálni a videókat. A fontos kérdések, amiket itt meg kell beszélnünk, az, hogy ugye úgy mi egyértelműen a magunk részéről, de szerintem a visszajelzések kapcsán azt látjuk, hogy az 50-ről 40-re csökkentése a klánok létszámának az egy sikertörténet volt, jó döntés volt. Most felvetődik érv pro és kontra, hogy most menjünk-e tovább még 30 felé, vagy se. Illetve, hogy milyen motivációt vezessünk be a klánoknak, klántagoknak, de ez hangsúlyozottan nem most várható, hogy ezzel elkezdünk foglalkozni, viszont porondon van, úgyhogy belátható időn belül várható videó ebben a témában, és addig a klánokhoz nem fogunk hozzányúlni, míg nem egyeztettük ezt széles körben veletek. Egyéb, amin most dolgozunk egyébként, az a küldetésrendszer átalakítása, az egyéni küldetésrendszer átalakítása. Sokan hiányoltatok a küldetéseket teljes joggal egyébként. Most a terveink azok, hogyha sikerül elkészülnünk, akkor ugye nem a mostani szezonzárás, hanem a következő frissítésnél, a júniusi frissítésben kerülnek ki a vállalható küldetések. Az lenne a cél, hogy minden szezon elején pár küldetést vállalhattok, amit a szezon végéig kell megcsinálni, és ezért kaptok jutalmakat, és ez minden szezon elején más küldetésekből lehet majd választani. Még rengeteg kérdés lenne, de nem akarom most már a végtelenségig húzni az időtöket, így is ez egy elég hosszú videó lesz. Külön gratulálok annak, aki egészen mostanáig kitartott és megnézte. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljétek. Fontos a visszajelzés, hogy van-e értelme csinálni ezeket a videókat, hogy legyenek-e ilyenek rendszeresen, mert igazából tényleg az egésznek akkor van értelme, ha ti ezt hasznosnak látjátok. Én bennem azért nem annyira erős a szereplési vágy. Fontos szolgálati közlemény ezzel a videóval kapcsolatosan, hogy arra készüljetek, a hosszú hétvége miatt lehet, hogy nem fogunk tudni azonnal válaszolni, de a legrosszabb esetben jövő kedden befotoljuk a válaszokban a lemaradásunkat. Na, hát köszönöm szépen a figyelmet a legkitartóbbaknak, akik még mindig nézik az adást. Sziasztok!